Máté Szalka az elmúlt években a fiatalok megtartásáért tett erőfeszítések mellett arra is sok energiát fordított, hogy a városba látogatók számára minél több turisztikai látványossággal szolgáljon. Ezen az úton tehet újabb lépést a 17 ezres település, annak a 720 millió forintnak a segítségével, amelyet a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert el az önkormányzat. A TOP-nak van egy úgynevezett nagy turisztikai lába, amelyikre önkormányzatok nyújthattak be pályázatot. Örömmel kell nyugtáznunk és hirdetnünk, hogy Máté Szalka 720 millió forint értékben a Kossuth utcának egy új típusú a turisták és a lakóknak a jó érzését akarja megvalósítani, hiszen a Kossuth utcának az átalakítása, a rehabilitációja, különböző épületeknek a felépítése, amiről polgármesterünk majd fog szólni. Azt gondolom, hogy mind-mind hozzájárul egy-egy település közösségépítéséhez. Itt lesz egy Máté Szalka tudaterősítés, remélem turisták megjelenésével egyfajta gazdasági élénkülés, tehát párhuzamosan hozzá tud járulni egyik a másikhoz, azon kívül egy megyei összetartás, hiszen ezek a toppok egymásra épülve, egymás kiegészítve, különböző propaganda anyagokban együtt fognak megjelenni, hirdetni ezeket a megyei attrakciófejlesztéseket, hogy így mondjam, és így az ország is gyarapodik. A város polgármestere szerint a 720 millió forintból több olyan beruházás készül el, amelyeket már régóta szerettek volna megvalósítani. Többek között, ahol itt most a Mécses tartó fiú szobránál, ugye Máté Szalka autentikus történelmi főutcájának, a Kossuth utcájának kezdetén szeretnénk egy kis körforgalmat létrehozni, és mindjárt itt a körforgalom mellett az első villamosított ház épületében szeretnénk egy technikatörténeti kiállítást megvalósítani. Azért, mert Máté Szalkán, ugye, mint tudjuk, 1888-ban a mai Magyarország területén először a közvilágítás kigyulladt. De nem csak ezért a fényvárosa Máté Szalka, hanem azért is, mert ezt a várost berengi a szeretet fénye, a hit fénye, a közösség fénye, a vendégszeretet fénye, minden, ami pozitív, minden, ami fény, és ezért a technikai történeti kiállítás mellett szeretnénk megvalósítani egy lakótornyot is, ami a régi Máté Szalkai képes lakón nagyon-nagyon jól látszik. Megadta az utca képnek a hangsúlyát ez, és egy fényinstallációt szeretnénk értelemszerűen ebbe elhelyezni. Hanusi Péter elmondta, létrehoznak egy Tony Curtis kávéházat az egykori filmsztár relikviáival, valamint a régi mozi épületében kialakítanak egy filmtörténeti kiállítást. Emellett elkészül egy kéttermes, 21. századi követelményeknek megfelelő miniplex mozi is. Jelenleg a projekt teljes kidolgozása zajlik, a munkálatok 2018 elején kezdődhetnek el, és a jövő év végére fejeződhetnek be.